Vízkereszt, azaz január 6-a napjával hivatalosan is elérkezett a karácsonyfa lebontásának az ideje. Ezek a fenyőfák pár napja még feldíszítve álltak valaki otthonában. Most már azonban az útszélén várnak arra, hogy január 11-én, illetve január 25-én elszállítsák őket. Szekszár településről a fenyőfák elszállítása január 11-én és 25-én fog megtörténni. Arra kérjük a lakosságot, hogy az adott szállítási napokon reggel 6 óráig úgy helyezzék ki a karácsonyfákat a hulladékgyűjtő edények mellé, hogy azokon ne maradjon dísz és egyéb csomagolóanyag, valamint hogy a gépjármű forgalmat, illetve a gyalogos forgalmat ne akadályozza. Mögöttem látható a komposztprizma, és ott a sarokban pedig a késztermék, ott történik az utóérlelése. A komposztáló telepre beszállított zöld hulladékot először ledarálják, így 4-6 cm-es apríték készül. Ezt követően megtörténik az összekeverés és a nedvesség tartalom beállítása. A leaprított fenyőfákat fólia alá helyezik, ahol megkezdődik az irányított komposztálás, amely közel 6 hetet vesz igénybe. Az elkészült zöld trágyát lerostálják, melynek során a zöld hulladék közé keveredett idegen anyagokat távolítják. A lerostált komposztot további 3-6 hónapig érlelik, ezután pedig értékesítik azt. Gyakorlatilag a lakók találkozhatnak vele Szekszárd közigazgatási területén, mert a tavalyi évben jelentős mennyiségű komposztot szállított el a városüzemeltetés és a virágos kertekbe került, illetve kiskerti hasznosításra, talajjavításra, tápanyag utánpótlásra megfelelő. A termelés szervező elmondta, hogy a tavalyi évben több mint 32 tonna fenyőfát gyűjtöttek össze, és éves szinten átlagosan 4000 tonna zöld hulladékot dolgoznak fel.